50 000 forintos bírságot is kaphatnak azok, akik május 20-a után ott használnak elektromos cigarettát, ahol nem lehet dohányozni. Az elektromos cigarettát több uniós országban vizsgálták, volt, amelyikben rákkeltő anyagokat találtak. Az ANTS szerint a nikotinfogyasztás visszaszorítása miatt van szükség a szigorúbb szabályokra. Vendégünk a témában Demjén Tibor, a Dohányzás Fókuszpont vezetője. Jó reggelt kívánok, köszönöm reggelt szépen, hogy itt van. Valóban káros, tehát valóban rákkeltő anyagok találhatók benne, vagy bizonyos fajtákban? Az Unió 28 országában nagyon eltérően szabályozták. Nem egy régi termékről, egy 8-10 éve került forgalomba, piacra az Európai Unió területén beszélhetünk, és nagyon megosztott volt a szakértők véleménye is. Több laborvizsgálat történt, ezeknek a vizsgálatoknak az eredménye, hogy toxikus és rákkeltő anyagokat találtak. Igaz, a koncentrációja az alacsonyabb, mint a dohány alapú cigarettákban. Így az Unió bizottsága, a parlament meg is szavazta, az Európai Parlament az új dohánytermék irányelvben gyakorlatilag szabályozza az elektronikus cigarettákat is. Tehát a dohánytermékeknek a szabályzásával párhuzamosan egy fejezet foglalkozik az elektronikus cigaretták szabályzásával. Én nem vagyok dohányos, én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül jó irány, ugyanis visszaszoktathatja a rendes cigarettára azokat, akik egyébként napközben élnének az e-cigarettával, de nem tudnak vele élni, mert bent a munkahelyen, az irodában, bárhol nem tudják ezt használni, kimennek a többiekkel és újra rágyújtanak. Nem biztos, hogy jó ez, nem? Hát az elektronikus cigaretta megjelenését megelőzően is visszaszoktak a dohányzásra sokan, mert látták, hogy mások dohányoznak. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy ez a jó irány, amikor erről gondolkozunk. Inkább talán vegyük figyelembe, hogy sajnos a nikotin függőknek egy új táborra, egy fiatal generáció kezd kialakulni, akik már nem dohánytermékek révén jutnak nikotinhoz, hanem az elektronikus cigaretta fogyasztásával. Nálunk a legutóbbi felmérésben azt tapasztaltuk, hogy a 13-15 év közötti fiataloknál azok, akik soha nem próbáltak ki még dohányterméket, nem dohányoznak, 4%-uk használ elektronikus cigarettát, tehát úgy jut nikotinhoz, hogy nem dohányzik. Tibor, káros az, hogyha én, mint passzív dohányos, az elektronikus cigaretta gőzét beszívom, amit a kollégám mellettem kilehel? Van nagyon sok tanulmány, hol emellett hoz ez. Én azt olvasom, hogy nem, azért kérdezem. Hogy... Hát akkor mást is javaslok még, hogy olvasson hozzá. Gyakorlatilag, ugye miről beszélünk, a dohánytermékeknél már tudjuk, hogy az aktív és a passzív dohányzás is káros az egészségre. 40-50-60-70 éves szakirodalom az, ami ezt most már feldolgozza, már maga az ipar sem vitatja. Mi nem szeretnénk azt megélni az elektronikus cigarettával, mint amit megéltünk az 50-es évektől a dohánytermékekkel. Ugye elterjedt, senki semmivel nem foglalkozott, és aztán mindenki próbált tüzet oltani. Megfelelő óvatosság indokolt, azok az anyagok, amiket a kilélegzett aeroszol tartalmaz, azok is toxikusak, rákkeltők, egyébként nikotint is tartalmaz, tehát igazából úgy is szívhat be valaki nikotint, hogy ő nem is használja az elektronikus cigarettát. Lényegesen alacsonyabb koncentrációban, természetesen, mint a dohánytermékeknél, de halmozott és hosszú távú expozícióról nincsenek adatok. Tehát itt a fokozott óvatosság az, ami nagyon indokolt, és ez az, ami miatt egy ilyen szabályozást egyébként az Unió 28 országából 18 ország ugyanilyen szinten így bevezet. Nem arról van szó egyébként, hogy a nikotinon túl a többi káros anyag az e-cigarettában nincs benne. Tehát ezért lehetséges, hogy ezért találták ki annól, mert hogy ez ilyen szempontból idézőben egy jó dolog lehet? Meg nem mondom, hogy kínai, tájvani és egyéb fejlesztők milyen csavaros gondolatmenet révén jutottak a boszorkánykonyhában. De az biztos, hogy a nikotinhoz valahogy hozzá szerették volna juttatni a fogyasztót. Kétségtelen, hogy égés nem történik, nincs benne dohány, nincs kátrány, van, akik szerint kevésbé egészségkárosító, ágya vigye, nincs vele probléma. A probléma az, hogy a fiatal generációban van már olyan, aki nem dohányzik, dohánytermeket nem használ, de elektronikus cigarettát használ. Én azt gondolom, hogy ez az a probléma, amivel foglalkozni. Na, és akkor nézzük meg, hogy 20-a után egészen pontosan hogy néz ki ez a szabályozás, tehát ugyanúgy távol kell menni az ajtótól, nem tudom hány méterre, meg a buszmegállóban sem lehet, hogy néz ki? Ez nagyon egyszerűen el tudom mondani, ugyanaz a szabályozás vonatkozik rá, mint a dohánytermékekre, és gyakorlatilag áprilisban közel 2200 ellenőrzést végzett az államigazgatási szervek, tehát az ANTS, és azt tapasztalták, hogy gyakorlatilag egy helyen kellett csak kifogásolni, tehát a magyar lakosság pontosan tisztában vele, hogy hol lehet, hol nem lehet dohányozni. Annyi a változás, hogy ahol nem lehet dohányozni, ott most elektronikus cigarettát sem lehet használni. Ön szerint jó volt a kampány? Pontosabban megértették az emberek azt, hogy hasonló szabályok vonatkoznak az e-cigarettára, mint a normál cigarettára? Következésképp azok az emberek, akik eddig ezt használták, nem használhatják olyan helyeken?
Én remélem, és egyébként nem ér véget, tehát nyilvánvalóan folyamatosan ez így el fog hangozni nagyon sok médiumban. De feltételezem, fél percünk maradt, hogy azért teljesen betiltva sohasem lesz ez a fajtája a dohányzásnak, az elektromos cigaretta. Törökországban, Norvégiát betiltották egyébként teljesen. Azt gondolom, hogy mint ártalom csökkentés elképzelhető, hogy a dohányosok egy részénél, aki átáll erre, vagy párhuzamosan használja, vagy akár a leszakásban segíti, de hát tudjuk, hogy napernyővel is lehet egeret fogni, csak tudományos bizonyíték nincsen rá, hogy ez hatásos vagy hatékony. Tehát ebből a szempontból a részünkről ez nem probléma. Azt gondolom, hogy a jövőre nézve viszont fokozott óvatosság az, amit hát mindig szem előtt kell tartani az e-cigarettával, legalább egy 20-25 évig, amíg nem lesznek hosszú távú tapasztalatok. Demjén Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.